Amióta ismerem a betűket, egyfolytában olvasok. Én voltam az a tipikus gyerek, aki a takaró alatt olvasott éjszakánként. Az egyik döbbenetes élményem egy klasszikus krimi volt, ahol beleéltem magamat az egyik szereplőnek a helyébe, és egyszerűen rettegtem. Soha életemben nem féltem ennyire, és később megnéztem ezt a krimit mozifilmen, és nem értettem, hogy mitől féltem, mert a film ezt nem adta vissza, ezt a feszültséget. Legújabb trilógiám a török brigadéros első része kapcsán, a Kizilerma háremének titkában is egy utazásra viszem magammal az olvasókat. Ugyan egy ismert történelmi eseményhez kapcsolódik, Buda visszafoglalásához a töröktől. A csatát egy nőnek, egy háremhölgynek a szemszögéből ábrázolom. Mindenkinek ajánlom ezt az új regényemet, aki szereti a romantikus történeteket, szereti a kalandot, szereti az erotikus történeteket, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy ugyanolyan izgatottan várják majd az olvasók, mint amilyen hévvel én most írom a folytatást.